Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében, a 18. fejezet első 10 versében a következő képpen. Jeremiás 18-ban ezt olvassuk. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott, de rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Szívem csendben az Úrra figyel, kísérni, szívem csendben az Úrra figyel, kísérni, szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem szoktunk ilyen párhuzamot vonni, kifejezett a való életből nem való ez a példa természetesen, de mégis egy különleges és furcsa párhuzamot hadd vonjak, aminek semmi jelentősége nincsen, de hadd legyen ez a felütés ennek a mai igehirdetésnek. Mi a közös a politikusokban és bármely egyház vezetőjében? Nem kell találgatni természetesen, mert úgyis nálam van a helyes válasz. A helyes válasz az, hogy egy dolog mindenképpen közös, amikor nekiindulnak a feladatvégzésüknek, akkor meghirdetnek egy programot. Ünnepi beszédet tartanak, és abban a programban felvázolják azt, amit majd el lehet tőlük várni. És nyilván, akkor hirdessünk meg egy programot. Itt Pesterzsébeten legyen a programunk az, hogy egy Úr Jézusnak örvendező, ünneplő gyülekezet. Ez legyen a vízió. És akkor ez egy mondatban meg lehet fogalmazni, és akkor erre és ez alá kell fölfüggeszteni mindent, és fölrakni mindent, amit a gyülekezetben végzünk. Nyilván egy Jeremiás próféta is szívesen meghirdetne egy programot, lehet, hogy meg is hirdetett egy programot, csak ő abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy nem ilyen jól hangzó program az, amit meghirdet. Neki az a feladat adatot, hirdesd meg azt a programot, hogy pusztulni fog Jeruzsálem. Hogy jön az ellenség, és ti pedig hajtsátok a fejeteket meg. Mert ez az Isten akarata. Mennyivel szívesebben hirdetné Jeremiás azt, hogy legyünk ünneplő közösség. Az az igazság, hogy olyan helyzetben kapja Jeremiás ezt a felhívást, hogy menjen el a fazekashoz, amikor már kezdi elveszíteni a türelmét, kezdi elveszíteni a bizalmát, a lelkesedését, sőt, lehet, hogy el is veszítette már elég alaposan. Mert azt látja, hogy ebből nem lesz ünneplő, örömteli közösség, abból a népből. Hogyan csináljak én, egy Jeremiás, ünneplő közösséget egy Izrael népéből? És akkor megállítja az Isten, na most ide figyelj, gyere velem a fazekaszhoz, megmutatom, hogy ki csinálja ezeket a dolgokat, és hogyan történnek ezek a dolgok. Nagy szolgálata van ennek a Jeremiásnak, az a prédikáció, hogy jön az ellenség, és hát közben ilyen apró üzenetei is vannak, hogy jobbítsátok meg útjaitokat, és formáljátok át a lépéseiteket, és legyetek Isten törvénye szerint járó emberek, emiatt elég sok bajba is kerül, és néha elege lesz, mert azt mondja, hogy nem éri meg. Nem működik a dolog.
Lehet, hogy ugyanazt átéri, mint Illés, hogy nem vagyok jobb elődeimnél, mert én magam sem tudtam kivezetni ezt a népet a sötétségből és a vakságból és a hamisságból. Nem is érdemes foglalkozni velük. És az Isten akkor megállítja, és most hadd induljunk innen, amikor az Isten megállítja a Jeremiást, és azt mondja, hogy Jeremiás, itt most először is nem a népről van szó, hanem még te, még mindig nem ismersz engem. Még mindig nem tudod, hogy én ki vagyok, mit akarok, mit csinálok, mi van a kezemben, és azt hogyan végzem. Menj el a fazakashoz. Ott akarom közölni veled igéimet. Az első gondolat, vagy az első pont az igehirdetésben, hadd legyen ez, és hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Sokféle utat kijelöl előttünk az Isten, sokféle helyzetbe beleenged, belevisz bennünket az Isten, és sok esetben úgy, hogy igazából ez történik, hogy én szeretnék veled beszélni, és megteremtem azt a helyzetet és alkalmat, amikor majd értesz a szóból. Amikor majd megérted, hogy mit akarok. Amikor nem biztos, hogy azt érted meg, hogy hogyan fogom véghez vinni, de azt fogod megérteni, hogy én vagyok az, aki csinálom. Sokféle útra elvezet az Isten, terve van azokkal az utakkal, nem mindig részletezi előttünk pontosan, hogy minek és hogyan visz oda, most csak ennyit mond, gyere el a fazekashoz, majd ott megmondom. Nem adok semmi egy elég útmutatást, ne legyél felkészülve, ne tegyél föl kérdéseket, ne készülj előre kérdésekkel, mert meg fogod akadályozni, vagy akaratodon kívül meg fogod akadályozni az én jó tervemet, már csak a kérdéseiddel is. Mindenféle ürességgel gyere oda, és majd én megtöltelek azzal, ami kell, hogy a szíveden legyen. Lehet, hogy néha kellemetlen, nehéz utakra is elvisz bennünket az Isten, de ez mindig ott van. Én közölni akarom veled az én igéimet. Egy apró hangsúlyt hagyd tegyünk erre. Nem elbeszélgetni szeretnék veled, nem szeretném kicsit ápolgatni a lelkedet, hanem az én igémet szeretném közölni, ami életet teremt, amiből élet lesz. Jeremiás, ha te elmész akárhova, és elmondod a magad véleményét, mert háborogsz azon, hogy milyen visszaélések vannak a nép körében, azzal semmit nem fogsz elérni. Az én igém kell, hogy megtöltsön téged. Ezért gyere oda üresen, hadd töltselek meg. És elviszlek olyan helyzetbe, amikor már megértesz végre engem. Azt mondja az Isten, gyere el a fazekashoz, ott fogom majd közölni az én igémet. Lehet, hogy ott van Jeremiásban is, meg talán mindannyiunkban, egy picit az az ágállás, hogy hát miért kell nekem mindig más és más helyzetekbe kerülni az, hogy az Isten beszéljen velem. Hát jöjjön ide most, mondja el most. Abban a helyzetben, amit én ideálisnak, alkalmasnak vélek, akkor szólaljon meg más körülményekben. De azt mondja az Isten, hogy nem. Tudom, hogy mit csinálok. Az első lecke Jeremiás, neked azt kell megjegyezni, miközben prédikálsz a népnek, hogy én az Isten, tudom, hogy mit csinálok. És majd meglátod, amikor ott állsz süketen, bénán, és nézed, hogy mit csinál az az agyagos mester. Megvan az elgondolása az életemmel az Istennek, azt is tudja, hogy meddig mehet el. Lehet, hogy mi beleütközünk, Jeremiás maga szerintem nem egyszer, sokszor beleütközött abba, hogy most túlment a határon az Isten. Olyan dolgokat kellett elviselni, az semmiért, amik nem kellett volna feltétlenül megtörténnie az ő gondolkodása szerint. Túlment a határon az Isten. Sokszor kerül ebbe bele, és talán mi is érzünk néha így. De tudja az Isten, hogy hol vannak a határok. Jobban tudja az én határaimat. A teherhordozásomnak a határait. Az örömömnek a határait, hogy honnan kezdődik. Tudja pontosan, hogy mikor nem tudom átadni magamat az örömnek, és mikor nyűgöz le teljesen. Ő azt akarja, hogy ahova engem elvisz, ahova mennünket elvisz, ahova vezet, mondjuk egy ilyen program mentén, hogy örvendező, Isten ünneplő gyülekezet tudja, hol vannak ennek a határai, és meg fogja tölteni azokat a határokat. Azt akarja, hogy meghalljuk azt az igét. Gyere oda, Jeremiás, ahhoz a fazekashoz, ott szeretném közölni veled az én igéimet. Olyan helyzetbe akarlak állítani, amikor nem fogsz másra figyelni, nem fogsz okoskodni, nem fogsz bölcselkedni, nem fogsz magad alatt tipródni, hanem nyitott lesz a szíved, meg fogom oldani. Az első dolog, amit tanulnod kell, Jeremiás, hogy hidd el, hogy én tudom, mit csinálok, és én meg fogom oldani. Azt akarja, hogy befogadjam. Folytatja Jeremiás. Elmentem a fazekas házába. És értettem a szóból, ezt már én teszem hozzá. Engednem kellett az Isten hívásának,
engednem kellett annak a hívásnak, amely nem ad magyarázatot, hanem azt ígéri, hogy majd én megtöltelek azzal, amivel meg kell, hogy töltődj. Olyan helyzet ez, menj el a fazekashoz, bocsánat, így játszok ezzel a képpel, hogy itt valami nagyon lényegtelen dolog lesz, ez valami apróság, ami... Ez biztos, hogy nem valami különleges dolog lesz. Nem, és nem is kér az Isten nagyot tőlem, csak hogy menjek el a fazekashoz. Hát máskor is voltam már ott, megnézem, mit csinál, nem kér nagyot tőlem az Isten. De igen. Nem tervez most valami nagyot az Isten. De igen. Tanulunk ebből talán, hogy ne becsüljük alá az Istennek azokat a lépéseit, amik nem tűnnek föl, amik nem tűnnek nagy dolgoknak és világot rengető dolgoknak. Az Isten mindig világot rengető dolgot művel. És akkor maradjunk az agyagos képénél. Nemrég láttam pont egy ilyen filmet, hogy mit, hogyan csinálja, kiszedi a földből, rengeteget dolgozik rajta, kitisztítja, abban még semmi forma nincsen. Az még a sziszifuszi munka. Aztán oda csapja arra a korongra, és csak egy kupacot van. Mi lesz abból? És nem látszik, hogy mi lesz abból. Nem a kupac, bocsánat, maradjunk a képnél, nem az agyak kupacon múlik, hogy mi lesz abból, hanem abból a szellemi, abból az elméből, ami kitalálja, ami már belelátja, ami előre elhatározta, hogy mi lesz abból. És majd lesz ebben egy varga betű, egy fricska, mindjárt rá fogunk erre térni. Mi történik a fazekasnál? Egyszerű a kép, hogy megértse a nép, és megértse Jeremiás is. Azt mondja az Isten, én vagyok az Isten, azt csinálok, amit akarok. Olyanra gyúrlak, amilyenre akarok. A népet úgy formálom meg, ahogy akarom, ha nem sikerül, úgy töröm össze, ahogy akarom. Nincs beleszólása senkinek, Jeremiás, nem lehetsz rám hatással, ilyen értelemben. Értsük ezt jól. Értsd meg, azt teszek veled, amit akarok. És ez nem fenyegetés, hanem ígéret. Hidd el, hogy én azt teszek veled, amit akarok. Jeremiás, tudod-e te, hogy én mit akarok? Nem érdemes az agyaggal maszatolni, mert nem sikerül elsőre. De én az Isten tudom, hogy milyen edényt akarok ebből csinálni. És ha nem sikerül elsőre, össze fogom gyúrni. És nem állok meg addig, amíg kész nem lesz az az új edény. Mit akar az a fazekas? Maradjunk a képnél, nem véletlenül adatik ez. Szép edényt, ami mindenkinek a megelégedésére van, amire nem csak azért mondja rá a fazekas, hogy szép, mert ő csinálta, hanem azért, mert tényleg az. És mindenki, aki látja, azt mondja, hogy ez rendben van. Örvendező gyülekezet legyen ez a program. Nem csak azért, mert ezt valaki kitalálja, hanem mert azt mondja, hogy Isten, ez így lesz, jó. Olyanok vagytok, mint az agyag. Gyúrlak, ahogyan akarlak. Érzed-e? Addig jó, amíg érzed. Az agyaggal egyetlen rossz dolog történhet. Ha leveszi a korongról az agyagos és kidobja. Az összes többi, ami történik az agyaggal, ami az agyaggal a korongon történik, az mindig jó. Ami az Isten népével, az Isten kezében történik, az mindig jó, mert dolgozik rajta a mester, aki tudja, mit akar kihozni belőle. Először alaposan át kell gyúrni azt az agyagot, hogy tiszta legyen. Olyanok vagytok, mint az agyag, gyúrlak, ahogyan akarlak. Te nem tudod magad alakítani. Furcsa lenne, hogyha Jeremiás lemegy az agyagos mesterhez, azt látja, hogy a agyagos fogja az agyagot, a fazekas ledobja a korongra, és vár. Na tessék, csináld. Formáld magad, igazítsd magad. A második dolog, amit oda helyez Jeremiásnak a szívére, figyelj Jeremiás, te küzdesz ezzel a néppel, nem tudja magát a nép megjavítani. Te magad sem. Hagyd, hogy én fogjalak meg. Ha nem nyúlok hozzád, ez már nekünk szól, ha nem nyúlok hozzád, akkor egy rakás föld maradsz. A földé leszel. Összeomlott kupac maradsz. Formátlan, halott és alaktalan. Egy mire való ez a dolog? Maradsz. De nézd! Gyere az agyagosod, és nézd végig, mit csinál. Nem hagyja abba. Nem hagyja annyiban. Nem veszítette el a kedvét. Te, Jeremiás, elveszítetted a kedvedet, de én, aki a mester vagyok, én, aki téged küldtelek, én, aki terveztem a te életedet, a te szolgálatodat, a népet, én nem hagyom annyiban. Én nem vesztettem el a kedvemet.
Te úgy gondolod, hogy nem érdemes, de én az Isten nem így gondolom. Jeremiást azért hívja oda az Isten, hogy vitatkozzanak egyet. Gyere, vitassuk meg azt, hogy kitől indul ki az élet, Jeremiás. Én az Isten határtalanul úgy gondolkodom, hogy meg fogom valósítani, hogy azt mondhassam a végén, olyan edényt készítettem, ami nekem tetszik. Íme igen jó. A második dolog, amiért odahívta Jeremiás az Isten, hogy gyere, beszélgessünk a teremtésről. Amikor én azt mondtam, hogy íme minden igen jó. Hogy ez az én vágyam, hogy azt abban én mindent beleadtam, és nem múlt el ez a vágyam, hogy ez megvalósuljon. El kell mennie, vagy le kell mennie Jeremiásnak a fazekashoz, látnia kell az Istennek a tervezését, nem feltétlenül valami nagy csodákat, meg hatalmas sikereket a nép körében, hanem azt, hogy mi is lakik az Istennek a szívében. Jeremiás, ismersz engem? És lehet, hogy lesz bőven oka még az Istennek összegyúrni azt a népet, és össze is fogja. És lehet, hogy meg fogja ragadni az életünket még számtalan alkalommal, mert rákényszerül, de meg fogja tenni. És tetszetősre fog formálni. Nem tudom, gondolkodtunk-e már milyen az a bizonyos megdicsőült test, amilyenek leszünk a mennyországban. Nem biztos, hogy nagyon, most a mai alkalom, ezt túl kell ezt magyarázni, de hogy tetszeni fogunk az Istennek. Hogy tetszetősök leszünk. Azért milyen program ez, amit meghirdet az Isten? Jeremiás, nem te kell, hogy programot hirdess, én az Isten hirdetek programot. És ha képtelen ezt Jeremiás érezni, és hinni, és fogni, akkor maradjon meg egy kép. Akkor maradjon meg az, hogy de tudom, hogy így van. Akkor jusson eszébe, hogy az Isten kezében olyanok vagyunk, mint az agyag, akit ő formál. Tudom, hogy az Úrnak terve van velem. Vajon boldog-e ez a Jeremiás? Hát legyen az. Legyen az azért, mert az Úr keze még rajta van. Nyilván ez nem parancs, ez nem lehet rákényszeríteni az emberre, de a szem, a látás megnyitása az, hogy ott van ebben. Vedd észre, Jeremiás, hogy boldog vagy, mert az Úr keze rajtad van. Vegye észre az a nép, ezt mondd el nekik, hogy boldog ez a nép, nem azért, mert minden körülménye tökéletesen alakul, hát nem ezt ígértem én nekik, hanem azt, hogy a kezem rajtuk van. Én formálom az agyagot, tudd, hogy igaz. És akkor ugorjunk egy nagyot, megy az idős, nem akarom húzni, mindig kapok nagyon kedvesen egy ilyen diktafont ide, mindig azt hiszem, hogy ez azért van, hogy föl legyen véve a prédikáció, de nem, ez azért van, hogy lássam, mennyi ideig prédikáltam, hogy időben befejezzem. No tehát, menjünk tovább, nem sikerül elsőre, kedves testvérek, ebből a történetből ezt nem szoktuk így kiragadni talán, de hadd ragadjuk ki. Benne van az agyag létében, hogy nem sikerül elsőre, kedves testvérek, nem a mester béna. Nem az Isten szúrja el. Nem sikerül elsőre. Még Isten kezében sem. Nagyon furcsa és kemény dolog ez. Az Úr Jézust elkergetik. A saját hazája nem fogadja be, a saját faluja. Nem egyszer kell menekülnie, átmennie, hatalommal átmennie az ő gyűlölködők között, mert nem sikerül meggyőznie őket. Jézus sír Jeruzsálemen emiatt. De nem adja fel. Isten nem esik kétségbe, nem pánikol, és nem legyint. Hadd utaljak vissza arra az első ígére, ami a hétnek az igéje volt, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. Ő nem pánikol be, és nem legyint, hogy hát kész. Az Isten kezében úgy tűnik, hogy vannak ilyen elsőre nem sikerülnek dolgok. És látja Jeremiás azt, hogy nem sikerül, és látja aztán azt, hogy sikerül. Engedi látni az Isten, amikor nem úgy alakulunk az ő kezében, ahogyan kell. Engedi ezt felismerni, de engedi látni és felismerni, hogy aztán szép edény lesz ebből a dologból. Sőt, minden rosszul sikerült formálódás közben és után és fölött mutatja az Isten, hogy de én tudom, mit terveztem el veled, és nem nyugszom addig, amíg el nem végzem. Az Isten kérdése ez, bánhatok-e veled úgy, amint akarok. És ebben nyilván benne van egy kis helyretétel is, hogy Jeremiás, nem te mondod meg, hogy hogyan kell csinálnom az életet. Nem te mondod meg az Istennek, hogy mit tehet és mit nem.
De van benne egy különleges ígéret. Nem bánhatok-e úgy veled, amint én akarok? Ismersz-e engem, Jeremiás? Tudod, hogy mit szeretnék veled elérni? Ha van egy nép, amelyik elszabadult és engem meggyűlölt, van hatalmam a megtérésére azt mondani, hogy rendben van. Jó és hű szolgám. De az is igaz, tegyük hozzá, most éppen ebben a szituációban vagy, Jeremiás, ezt kell elmondani. Ha van egy nép, amelyikre azt mondtam, hogy az enyém, de ők elkanászodnak tőlem, akkor mondd el nekik, hogy ennek is meg lesz a következménye. Bánhatok-e veled úgy, amint én akarok? Hadd fejezem be az igét. Megmutatja az Isten Jeremiásnak, hogy hatalma van az elromlott edényt összegyúrni és csinálni másikat. És ez azt is jelenti, hogy akaratom is van rá. Az Isten soha nem azért mutatja meg az ő hatalmát rajtunk, hogy megmondja, hogy ő milyen hatalmas, és aztán itt legyen a történetnek a vége, hanem hogy én ezt a hatalmamat te reád használom fel. Ezt profétált Jeremiás. Nem sorsszerű véletlenek környékeznek, hanem az Isten dolgozik a te életedben. Tudja, mit akar előhozni, eltervezte magában a jót a te számodra, és úgy nyúl hozzád értő kézzel, néha lehet, hogy erősen, néha simogatva, de úgy nyúl hozzád értő kézzel, hogy végül az a jó az előálljon. Ha Isten éltet bennünket, akkor a hangos napon fogunk énekelni egy éneket, aminek az egyik sora az erről szól, hogy nekem kell az a jó. Jeremiást azért hívja oda az Isten, hogy ezt az őszinte vallomást kiszedje belőle, hogy Jeremiás kimerje mondani a maga is a nép nevében, hogy nekem kell az a jó, amit az Isten tervezett, amit az Isten megígért, amin dolgozik, és amitől még mindig nem ment el a kedve. Értesz-e engem, Jeremiás? Érted-e, hogy ilyen hatalmam van? És nyilván most ugrunk az időben, de bennünket szólít. Érted-e, hogy nekem olyan hatalmam van, hogy én elküldtem hozzátok a fiamat, ő nem szegült ellenem, mégis összetörtem a szemetek láttára, és felépítettem a szemetek láttára, mert ez volt a tervem. Mindig is. Ez volt veletek a tervem, hogy felépüljetek. Ámen, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te valóban eljöttél ebbe a világba, hogy felépíts bennünket. Megmutattad előttünk, hogy az élet az Isten kezében újraépül. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a mai igét is nekünk ajándékoztad. Engedd, hogy megértsük, hogy te ki vagy, hogy milyen Isten vagy, hogy mi lakik a szívedben. Ámen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ha Isten éltet bennünket, akkor ma délután 4 órakor Soroksáron tartunk istentiszteletet, hívogatunk mindenkit szeretettel erre a délutáni istentiszteleti alkalmunkra is. Szeretettel hirdetem a testvéreknek is egyben együttérzéssel is, hogy az elmúlt időszakban elhunyt Szőnyi Péterné Hachbold Margit testvérünk 85 esztendős korában. Ha Isten éltet bennünket, akkor az ő temetése az előttünk lévő héten szerdán délután 4 órakor lesz, itt a templomunkban, illetve az altemplomban hordozok imádságban a gyászolókat. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, most már bizonyos alkalmaink elindulnak, a kóruspróbák az előttünk lévő szerdával indulnak, szerdán 6 órától tartunk kóruspróbát, hívogatjuk a kórus tagjait. Az egyéb alkalmaink azok majd a tanévnyitó istentisztelet és hangos nap után indulnak, fogjuk ezeket még hirdetni. Egyúttal azt is hirdetem az érintetteknek, ahogyan ezt korábban már beszéltük, hogy a 15-i szolgálatunkra a zenekari próbák pénteken, az előttünk lévő héten pénteken 6 órakor, illetve szombaton 9 órakor lesznek.
hívogatunk ezekre az alkalmakra is, föl tudjunk készülni, és imádságban is, meg gyakorlati dolgokban is föl tudjunk készülni a hangos napi szolgálatokra. Szeretettel hirdetem így akkor a jövő vasárnapi istentiszteletünket, délelőtt 10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk, külön szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket, akiket szeretnénk külön is megáldani, és így áldással, igei áldással útnak indítani az új tanévre, megerősítve őket, illetve szeretettel hirdetjük a jövő vasárnapunkra, hogy egy egész napos gyülekezeti alkalmat tervezünk, hogy korábban is hirdettük, tehát szeretettel hívunk mindenkit az istentiszteletre, az utána következő ebédre, az ebéd utáni felnőtt, illetve gyermek programokra. Egyrészt itt a templomban lesz egy a nap mottójával, a nyitott ajtóval kapcsolatos gyermekprogram, illetve ezzel egy időben felnőttek részére is lesz a gyülekezeti házban egy külön alkalom, amire szeretettel hívunk. Két regisztrációt szeretnénk kérni, ezt korábban is hirdettük. Az egyik az ebéd. Ha tudjuk, hogy hány ebédet kell rendelnünk, szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy kint kétféle módon is lehet regisztrálni, akár az ebédre, akár a délutáni alkalomra. Egyrészt van egy ilyen beixelhető, nagyon egyszerű jelentkezési lap, illetve a gondokasszonyunk is kitett egy ívet, amelyen az ebédre való jelentkezést lehet rögzíteni. Bármelyik módon meg lehet adni a regisztrációt az ebédre vonatkozóan. A délután programjai között szerepel délután 3 órától egy zenés bizonyságtétel Takács Tamás részéről. Itt viszont fontos tudnunk, hogy körülbelül mennyien leszünk, ezért erre is külön kérjük, hogy a testvérek jelezzék, akik szeretnének itt lenni. Nyilván egy-két ember ide-oda az nem fog számítani, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy a megfelelő képpen tudjunk helyet biztosítani a délutáni alkalomra. Hirdetjük is a testvéreknek, hogy ennek a hírét vigyék tovább, szórólapokat találnak a testvérek az iraterjesztési asztalnál, onnan vegyenek bátran. A regisztrációhoz ezt a kitöltendő kis kártyát szintén megtalálják ott a testvérek, tollat is találnak, be tudják ezt jelölni, és ott van egy doboz, amin rajta van ez a kis jelentkezési lap, oda be lehet dobni, és itt tudjuk, akkor így is tudjuk regisztrálni azokat, akik jelentkeznek. Szeretettel hirdetem már előre a testvéreknek, hogy szeptember 20-ától 22-ig az IFI Start csoporttal egy mini tábort tartunk Balassagyarmaton. A csoport tagjai erről már nyilván tudnak, de azért hadd hirdessük ezt, és hadd kérjük az imádságot a gyülekezet tagjaitól. Ígértünk egy ilyen külön tábort is, és ezt örülünk ennek, hogy ezt meg tudjuk szervezni így Balassagyarmatra eljutva. A legbátrabb város lesz, amit meglátogatunk, és egy kicsit a bátorsággal kapcsolatos lesz ennek a néhány napnak a programja. Szeretettel hirdetem már előre a testvérek felé, hogy megérkeztek gyülekezetünkbe az országos evangelizációnak a plakátjai. Október közepén lesz ez csak, tehát van még időnk, de azért készüljünk erre a deáktéri templomban. Ezeket a plakátokat, szórólapokat ki fogjuk helyezni, és akkor ott is lehet tájékozódni ezekről az alkalmakról. Szeretettel hirdetem az evangélikus élet kiadványnak a legfrissebb példányait, illetve néhány fontos információt még hadd helyezzek az érintettek szívére. A mostani istentisztelet után a drámatáboros gyerekeket várjuk próbára, tehát ők maradjanak itt, és Julia nénit keressék ezzel kapcsolatosan az istentisztelet végén. És szeretettel kérjük azt is tőlük, hogy jövő vasárnap 9:30-től már legyenek itt az Isten tisztelet előtt, hogy még ott is össze lehessen mindent állítani, készülni lehessen. Azt is szeretettel hirdetem, hogy mindig a gyerekeket érinti, hogy kikerültek jelentkezési lapok az ajtókra, a gyermekisten tiszteletre vonatkozó jelentkezési lapok. Kérjük a gyermekeket, hogy írják föl magukat, vagy a szülőket, hogy írják föl a gyermekeket a gyermekisten tiszteletre való jelentkezéshez. Köszönjük, ha ezt a testvérek megteszik. Szeretettel hirdetek még 2-3-4 fontos dolgot. Az egyik az, hogy lomtalanítási idő van, és végül sikerült megtudnunk, hogy a mi gyülekezetünk tekintetében, hogy és mikor is van a lomtalanítás, ez szeptember 11-e lesz, ezért 10-én 6 órára várjuk a testvéreket. 6 órától lehet kitennünk a lomtalanításra szánt dolgokat, tehát a szeptember 10-i napon kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek el, és aki tud segíteni, hogy mindazt, amit lomtalanításként ki kell tennünk, azt kitehessünk. 6 óra után lehet kitenni, reméljük, hogy mindent el tudunk majd végezni. Örömmel és háladással tárjuk a gyülekezet elé, hogy az édesanyagkör szobájának a festése elkészült, nagyon szép
lett, hogy így megújult. Köszönjük ezt a munkát, de különösképpen köszönjük Gondnok asszonynak ennek a megszervezését, hogy ő vállalta és hordozta ezt, és meg is valósulhatott ez. A gyerekek ősztől már tényleg egy felfrissült és újra festett épületrészbe érkezhetnek. Szeretettel hirdetem, hogy kint az előtérben már látták a testvérek, Zacskós Levendula és képárusítást tartanak testvérek a gyerekek javára, tehát erre így tekintsünk, tehát ez nem egy ilyen gazdasági tevékenység, hanem a gyerekeknek akár táborozását, vagy bármilyen más szolgálatot támogatnak ezzel a testvérek. Én szerintem a Levendulát azért is hozták a testvérek, hogy ugye el ne aludjunk a prédikáció alatt, tehát istentisztelet előtt is lehet azt nyugodtan szagolgatni, és akkor az ember ébren marad, ha nem sikerül jól a prédikáció. Még egy utolsó hirdetni való, jövő hétfőn, ha Isten éltet bennünket, szeptember 16-án este 6 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk, ezzel elindulnak az őszi idővel kezdődő presbiteri gyűlési alkalmak is, imádkozzunk ezért az alkalomért, és szeretettel hívogatjuk és várjuk a presbiter testvéreket. Istenünk áldása legyen életünkön és hirdetésünk minden pontján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen.